Védőháló a családokért névvel 11 programelemből álló program indult Kecskeméten. Mai műsorunkban ezen sorozat november 20-ai előadásáról számolunk be. A család és a munka összeegyeztethetőségéről beszélgettünk ezúttal Hamzáni Lakó Judittal, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkárával, és Fodorné Ablonci Margittal, a Lelkesítő Ökumenikus Családterápiás Műhely képviselőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Judit, mi hívta életre ezt a programot? Ez egy országos rendezvénysorozat, amelyet az Európai Unió támogat, és egy évvel ezelőtt indított el a Kecskeméti Kistérsége ezt a rendezvénysorozatot. Mintegy 11 elemből áll ez a programsorozat, és 93 eseményt szervezünk két év alatt a térség 20 településén, és ezek között természetesen Kecskeméten is. Milyen volt az eddigi események fogadtatása? Ugye a családok társadalmi szerepének megerősítéséről szól tulajdonképpen ez az esemény sorozat, és azt gondolom, hogy ez minden embert érint. Kis településeket egyaránt, és a nagy településeken élőket egyaránt. Nyilván különböző félefajta rendezvényeket szervezünk, vannak ezek között előadássorozatok, workshopok, kisebb team munkák, de van Aranyhomok életmódtábor, főzőklub, tehát sokféle fajta rendezvényről van itt szó, és azt gondolom, hogy egyre jobban érdekli, hál' Istennek, a térségben élőket. Család és munka, ez lesz a 20-ai összejövetel témája. Mire számíthatnak az érdeklődők? Ez a téma azt gondolom, hogy különösen mindenkit érint, hiszen a nap 24 órája nagyon kevés, mindenfajta tevékenységet beosztanunk, megfelelni a munkahelyen, megfelelni a családban egyaránt, és így kértük föl a Lelkesítő Családterápiás Műhelyt itt Kecskeméten, amelynek vezetője Fodorné Ablonci Margit, Mitka, hogy ezt a témát járjuk körbe, hiszen nagyon nagy segítségre van szükségük a családoknak. Margit, arra kérném, hogy néhány szóban ezt az egyesületet mutassa be nekünk. Ez a Lelkesítő Családterápiás Műhely úgy alakult 3 évvel ezelőtt, hogy a családterápiát végző, vagy a családterápiában munkálkodó különböző szakemberek összefogtak, és azzal a speciális háttérrel, hogy mi egyházi elköteleződésűek is vagyunk, tehát az ökumenikus azt jelenti, hogy katolikus, református és baptista is van közöttünk, ki a saját munkáját végzi, de rendszeresen összejövünk, és együtt, közösen is próbáljuk azokat a családokat segíteni, akik hozzánk fordulnak. Milyen problémákkal fordulnak leggyakrabban önökhöz? A legtöbbször házassági problémákkal jönnek. Kecskemét speciális terület ebből a szempontból, hiszen nagyon sok olyan házasság van, ahol más felekezetűek a felek, tehát ezért is érdemes nekünk ebben a kérdésben többet beszélgetni egymással, hogy vajon Isten is hogyan kerül be a család életébe, van-e ma a házasságokban ennek szerepe. Mi úgy gondoljuk, hogy igen. És amikor házaspárok érkeznek hozzánk, akkor az elsősorban, hogy az értékrendjüket kérdezzük meg, hogy vajon melyek azok a fontos pontok, amelyekre fölépül a család élete. És itt kapcsolódunk a család és a munka program sorozatához is. És most 20-án mire számíthatnak azok, akik leülnek majd erre az előadásra? Azt gondolom, hogy két olyan tagunk fog előadni, akik ebben a kérdésben, hogy a család és a munka a gyermekneveléssel hogyan kapcsolódik össze, akik mind a ketten 4-4 gyermeket nevelnek, egyikük 4 fiút, a másikuk 4 lányt, és ezért ők a családi munkabeosztásról, a gyerekek feladatáról fognak elsősorban beszélni, hogy vajon van-e szerepe a gyerekeknek a feladatok megosztásában, vagy ők csak tanuljanak, és majd a szülők dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés. Nagyon izgalmasan hangzik, de milyen további előadások lesznek majd a programsorozatban? Ugye ennek a család és munka összeegyeztetésének van még januári, februári és egy márciusi előadása is.
fontos megemlítenünk, hogy a megyei könyvtárban lesznek ezek az alkalmak minden nap 5 órakor. Lesz még szülőakadémiánk, lesz még aranyhomok életmód tábor, fiatalok iskolán kívüli képzése, amikor próbáljuk a vállalkozói életre és egy picit a fiatalokat fogékonnyá tenni, életvezetés és családi életre való felkészítő programok. Tehát én azt gondolom, hogy a következő fél év is még nagyon tartalmas lesz, és figyeljék majd a mi honlapunkat, az Aranyhomok Egyesület honlapját a következő programokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük.